Nyilván kikerül a honvédség szervezeti struktúrájából. Én azt szeretném megkérdezni, hogy akkor az ilyen típusú ügyekkel való foglalkozás, az önök elképzelése szerint az hogyan történik majd a jövőben? Tehát ha nincs katonai ügyészség, tehát kikerül a Magyar Honvédség szervezetéből, akkor a jelenlegi katonai ügyészek, akik többféle rendfokozattal rendelkeznek, ők akkor hogyan fogják végezni, fogják-e a jövőben végezni, rendfokozattal, anélkül, szóval hogyan lesz ez, erről azt hiszem egy kicsit többet kellene tudnunk. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Megkérdezem, kíván-e még valaki szólni? Jelentkezőt nem látok. Hende Csaba honvédelmi miniszter úr jelzi, hogy kíván válaszolni a vitában elhangzottakra. A miniszter úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Az első szavam a köszönet. Köszönöm a bíráló megnyilatkozásokat ugyanúgy, mint az elismerő szavakat, de leginkább ezt az aktivitást és ezt a valóban érdemi vitát. Kicsit kevesen voltunk, kicsit késői volt az óra, megérdemelte volna a nagyobb nyilvánosságot ez a vita, de én tényleg nagyon örülök annak, hogy sok minden szóba került. Engem egy kicsit meglepett és örömmel is töltött el, hogy a vita során a törvény legtöbb rendelkezését nem érte kritika, és ezen belül is érdekesnek találtam, hogy a Megyei Védelmi Bizottságok elnöki tisztségében bekövetkezett igen jelentős változás nem váltott ki ellenvéleményeket, ugyanígy a kivételes jogrendre vonatkozó szabályokat sem érte igazából jelentősebb kritika. A polgári szolgálat megszüntetése, illetve a fegyver nélküli katonai szolgálat bevezetése több oldalról fölmerült, volt, aki hiányolta az egyiket, volt, aki sokat a másikat. Lehet, hogy az arany középúton haladunk, de semmiképpen sem a Honvédelmi Minisztérium kodifikátorai találták el az arany középutat, hanem ezek szerint az alaptörvény megalkotása során sikerült erre rálépni, hiszen, mint mondtam, az alaptörvény rendelkezett úgy, hogy a polgári szolgálatot, amely, hát valljuk be, a sorozott hadseregnek volt a békeidejű pandantja vagy ellentétpárja, valójában békés körülmények között értelmezhető a sorkatonai szolgálat és kiképzés alternatívájaként a polgári szolgálat. Minősített helyzetben, háborús helyzetben nem nagyon. Tehát ott nem az a kérdés, hogy ki az, aki hajlandó katonáskodni, és ki az, aki helyette polgári szolgálatosként majd elmegy mondjuk egy vidéki szociális otthonba, és ott segít tologatni a tolókocsit, mert hát eddig is tologatta valaki béke idején, háború idején, amit ne adjon az Isten, természetesen nem ez lesz a legfontosabb államcél, hogy kétszer annyian tologassák a tolókocsit. Most elnézést ezért a példáért, de csak érzékeltetni akarom, hogy a vita egy kissé akadémikus. Ami Juhász Ferenc képviselő úr nagyon látványosan fölépített első beszédét illeti, itt négyféle deficitről beszélt, a demokratikus deficitről. Itt több kérdést említett föl, én engedjem meg, hogy nagyon röviden reagáljak. Nem volt egyeztetés. Tisztelt képviselő társam, a jogalkotási törvényben előírt valamennyi lépést betartottuk. Természetesen a honlapunkon megjelent a törvényjavaslat kellő időben, ahhoz mindenki a maga észrevételeit hozzáfűzhette. Formális többpárti egyeztetésre most valóban nem került sor, időhiányában sem, meg azért sem, mert az én véleményem az, hogy a pártok közötti egyeztetésnek a szintere az maga a parlamenti élet, a parlamenti bizottság és a parlament plénuma. Van aztán még egy szempont, az új alaptörvény néhány hónap múlva, fél év múlva hatályba lép,
több tucatnyi sarkalatos törvényt kell addig megalkotni, és természetesen a kormányzatnak ütemeznie kellett ezeknek a törvényjavaslatoknak egyrészt az előkészítését, és az előkészítettségétől függően a tárgyalásának az időpontját is. Én csak a hálás köszönetemet tudom ismételten kitűnő munkatársaimnak kifejezni azért, hogy az alaptörvény kidolgozásában való igen nagy mértékű közreműködéssel szinte párhuzamosan, vagy azt nagyon röviddel követően ezt a rendkívül jó minőségű sarkalatos törvény tervezetet is képesek voltak elkészíteni. Ennek köszönhető, hogy az elsők között került sor ennek a törvényjavaslatnak a vitájára, és ez szükségképpen behatárolta a pártok közötti egyeztetésre esetlegesen nyitva álló időt. Ugye április 25-én fogadtuk el, vagy lépett hatályba az alaptörvény, ehhez képest most van június 22-e, hát én azt hiszem ez is egyfajta rekord, amiért Dankó István főosztályvezetőnek és a többi jogász kollégának, akiknek egy részével 93-ban még közösen csináltuk az első nagy honvédelmi törvényt, csak köszönetemet tudom kifejezésre juttatni. Képviselő úr a demokratikus deficit körében megemlítette azt, hogy a köztársasági elnök és a honvédelmi bizottság számára a korábbiakkal ellentétben kevesebb jogosultság nyílik. Nyilván arra gondolt, arra a formális jogra, miszerint a jogszabálytervezeteket külön meg kellett küldenie, vagy meg kell a hatályos törvény alapján küldeni az elnöki hivatalnak, illetve a bizottságnak a miniszter kötelmeként. Nos, ennek a gyakorlati érvényesüléséről, a visszajelzések gyakoriságáról az udvariasság tiltja, hogy én most szót ejtsek. A lényeg azonban az, hogy az új jogalkotási törvény az interneten való közzététellel mindenki számára megismerhetővé teszi egyidejűleg a jogszabályok tervezeteit, ugyanígy a Honvédelmi Bizottság tagjai és az elnöki hivatal munkatársai számára is. Valóban felesleges költség és felesleges adminisztráció még külön kinyomtatni ezeket a rendelettervezeteket akár, és akkor postán vagy futárral átküldeni egyik hivatalból a másik hivatalba. Hála Istennek ezen már túléptünk. A szakmai deficit kérdéséről nem szeretnék szólni, mert a törvényjavaslat színvonalát nagyon elismerő szavakkal illették mások. Én magam a benyújtott csekélyszámú módosító indítványból azt a következtetést bátorkodom és merészelek levonni, hogy azért az átlagos törvényjavaslat színvonalat bőven megüti az előttünk fekvő javaslat. Természetesen minden jobbító módosítványért hálás szívvel mondok már most köszönetet. Természetesen csak olyan módosító javaslatot tudunk majd támogatni a bizottsági és a plenáris vita hátralévő részében, amely valóban javítja a jogszabály minőségét. Szeretném elmondani, itt többen megemlítették, hogy a NATO és az EU, mint nemzetközi szervezetek, túl keveset vannak megemlítve, egyesek örültek ennek, mások sérelmezték. Hát egy lakonikusan rövid jogszabály esetén bizony ez azzal is jár, hogy például a nemzetközi szerződésekben foglalt kötelezettségekre, amelyeken mindenfajta nemzetközi kötelezettségünket és szerződésünket értjük, egy alkalommal történik hivatkozás, nem pedig többször. Természetesen le lehetne írni minden oldalon háromszor, de felesleges szóismétlés volna. Én felhívom képviselő úrnak a figyelmét a preambulum utolsó francia bekezdésére. E tekintetben az elmúlt napokban volt alkalmunk találkozni Roloff szerzetes úrral, az Egyesült Államok távozó katonai
ataséjával, egyik ataséjával, akit egy kitüntetésben részesítettünk, és ebből az alkalomból az ezredes úr elmondta, nem magánvéleményeként, hanem a budapesti amerikai nagykövetség, és hát ezen keresztül az amerikai kormányzat véleményeként azt az álláspontot, mely szerint az elmúlt egy évben a Magyarország és az Egyesült Államok katonai kapcsolatai, honvédelmi minisztériumai és hadseregei közötti kapcsolatok az egyébként is kitűnő, kiinduló szintről még tovább javultak. Tehát ilyesfajta hiányérzet, hogy vajon egyes kifejezések hányszor és mekkora betűmérettel szerepelnek a jogszabály tervezeteinkben, mások homlokát, az érintett szövetségeseink homlokát nem felhőzi gonddal. Nos, képviselő urak közül többen is, az MSZP és a Jobbik részéről is a Cyber Defense, vagyis magyarul a kibernetikai védelem megjelenését hiányolták a honvédelmi törvényből. A honvédelmi törvénynek jelentem nem feladata a különböző biztonsági kihívásoknak a nevesítése. Egyébként a NATO tavaly novemberben Lisszabonban tartott csúcstalálkozóján elfogadott új stratégiai koncepció ezzel az újfajta kihívással nagyon is hangsúlyosan foglalkozik, és mi ennek a stratégiai koncepcióban is tükröződő új világhelyzetnek, mert így kell nevezzük, valóban egy új hadszíntér nyílt, megfelelő, kellő figyelmet szentelünk. Én úgy gondolom, hogy Magyarország a számítástechnikai tudásánál, képességénél, lehetőségénél fogva ezen a téren egyébként most lépés előnyre tehet szert a kormányzat, benne a Honvédelmi Minisztérium is mindent elkövet ennek érdekében. Rendeztünk az EU elnökség égisze alatt nagyon nagy számú szövetséges országból érkezett szakértő részvételével a kibernetikai védelemről egy szakértői szemináriumot, melyet magam nyitottam meg, és ott részt vett az az Iklódi Gábor NATO helyettes főtitkár is, akit német képviselőtársunk is említett, aki a NATO-n belül magyar emberként a kibernetikai védelem kérdéseinek a fő felelőse, tehát jelentem, ott vagyunk a szeren, mindenkit szeretnék megnyugtatni, azonban ebbe a törvényben nincs milyen módon, nincs mire fölakasztva belekodifikálni ezt a kérdést, csak azért, mert most aktuális is jól néz neki, azért a kodifikáció ennél egy kicsit bonyolultabb szakmai kérdés. A finanszírozási deficitről többen szóltak, igen, valóban nagyon nehéz anyagi helyzetben van az ország, és benne a honvédelmi tárca is. Nem akarnám elrontani ennek a vitának az emelkedett és valóban baráti légkörét, ezért nem teszem fel azt a kérdést a pénzügyi nehézségek miatt háborgó ellenzéki képviselőtársaimnak, hogy vajon kinek a felelőssége az, hogy az ország olyan gazdasági helyzetben van, amilyenben. Képviselő asszony azt mondja, hogy a mi felelősségünk, hát ebben nyilván nem fogunk most egyetérteni. Köszönöm tehát a elismerő szavakat. Köszönöm az észrevételeket. Hát a halálbüntetést ugye a kivételes jogrend szabályai között azért nem tudjuk feltüntetni, mert az ellentétes lenne az alaptörvénnyel. Ez megint olyan kérdés, mint a polgári szolgálat. Ha majd az alaptörvény ezt lehetővé teszi, akkor beszélgethetünk arról, hogy indokolta ezt a honvédelmi törvényben megjeleníteni. A vita során Juhász Ferenc képviselő úr második nagy felszólalásában óvott minket az új feladatokkal járó veszélyektől. Én
Én értő füllel hallgattam képviselő úrnak a szavait, semmi sem áll tőlem távolabb, mint hogy politikai megfontolásokból, no pláne pártpolitikaiakból a honvédség alaprendeltetését, alapfeladataira való képességének fejlesztését engedném valaha is háttérbe szorítani. Tehát ebben e felül egészen nyugodt lehet képviselőtársam. Az egy más kérdés, hogy abban az óriási feladatban, amely több százezer embernek a munkavilágába, a közmunkarendszeren keresztül történő visszavezetését fogja jelenteni a jövő esztendőtől, meggyőződésem szerint a Magyar Honvédség részt kell, hogy vegyen. Tehát nem maradhat távol ettől a feladattól, egész egyszerűen nincs más olyan szervezet, amely logisztikai, szervezési és más hasonló kapacitásokkal beleértve itt az ellátási lehetőségeket, a fektetőanyagokat és egyebeket szükség esetén. Szóval nincs más olyan szervezet, aki hathatósan részt tudna venni ebben a feladatban. Ez egy nemes feladat, jelentem. Képviselőasszonynak mondom, hogy a közmunka természetesen önkéntes lesz. Mint hogy önkéntes a katona is, minden katona önkéntes, a közmunka is az lesz Magyarországon. A munka egyébként nem büntetés, a munka, a közmunka is az emberi méltóság forrása. És az ország építésében, az árvízi tározóknak a létrehozatalában, a Duna-Tisza közti homokhátság öntözhetővé tételében is nagyon sok minden másban való részvétel, az egy nemes, felemelő feladat mindenkinek, közmunkásnak is, meg ebben elnézést közreműködő magyar honvédnek is. Nekem ez a véleményem. Egyetértek Juhász képviselő úrnak azon szavaival, amelyek a szép magyar kifejezése pooling and sharing, tehát képességek csoportosítása és megosztása témakörben hangzottak el, különös tekintettel az air policing, na még egy szép magyar szó, tehát a légtérfelügyelet több nemzeti keretben való megvalósítása tekintetében jelentem, hogy egyébként holnap után fogok Szlovéniába utazni, és szlovén partneremmel sok mindenről tárgyalunk. Vadai képviselőasszonyra végül nagyon-nagyon röviden, önkéntes tartalékos rendszerről nem egyezik a véleményünk. Ezek az önkéntes tartalékosok egy valós képességet jelentenek. Persze közülük korábban biztonsági cégek alkalmazottaiként sokan dolgoztak, még korábban sokan voltak hivatásos vagy szerződéses rendőrök és katonák. Minőségi változás az a Magyar Honvédség és az egész ország szempontjából, hogy ők kiképzés és eskületétele után tartalékos, önkéntes tartalékos, egész pontosan önkéntes védelmi tartalékos katonaként beléptek a rendszerbe. Ugyanis ettől a pillanattól kezdve ők amellett, hogy ellátják. Egyébként a Honvédelmi Minisztérium 100%-os állami tulajdonú vállalatának a munkavállalóiként, tehát nem civil őrzővédő cégek vagy szürkén, vagy feketén, vagy fehéren fizetett alkalmazottaiként a katonai objektumok őrzésvédelmét, emellett azonnal megfogható valóságos katonai képességet is jelentenek, például a katasztrófa védelem területén. Mert míg korábban a civil őrzővédő cégnek az embereit, na természetesen meg sem lehetett szólítani, mondjuk egy árvíz idején, hogy kérem szépen, nem jönne esetleg segíteni az árvízi védekezésben, a tartalékos katonát természetesen azonnal igénybe tudjuk venni. Ezzel tehát jelentem, lényegesen kedvezőbb helyzetben van az ország, és hogyha számba vesszük a korábban a civil őrzővédő szolgálatok számára kifizetett összegeket, illetve a mostani bekerülési költséget, és megnézzük, hogy 2000 önkéntes tartalékos katonának az őrzésvédelemtől független rendszerbeállítása mennyibe került volna,
hogyha ezeket a számokat egybevetjük, akkor jelentem az az eredmény adódik, hogy több mint 1 milliárd 400 millió forinttal olcsóbb ennek az új rendszernek a fenntartása éves szinten, mint ahogy az a korábbiakban volt. A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok kérdéséről képviselőasszony, mint a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke mindenkinél jobban tudja, hogy az ugyancsak sarkalatos törvénynek minősülő nemzetbiztonsági törvény az, amely ezeket a kérdéseket részletesen szabályozza. Beleértve a honvédelmi miniszter és a katonai szolgálatok közötti kapcsolatokat is, szükségtelen duplikáció lett volna egyébként a honvédelmi törvényben megismételni ezeket a hatályos szabályokat. A szolgálatoknál szolgálatot teljesítő hivatásos katonák jogállását pedig a jogállási törvény szabályozza, és nem a honvédelmi törvény. Tehát megint olyasmit tetszenek számon kérni, amit itt és most ezen a törvényen nem indokolt számon kérni. A katonai ügyészség tekintetében jeleztem, hogy valóban az új alaptörvény teremtette tiszta világos helyzetet. Ügyészi szervezet a Magyar Honvédség részeként nem működhet. A kiválóan felkészült katonai ügyész kollégák természetesen a jövőben is az igazságügyi átalakítások által megszabott keretben el fogják látni mindazokat a feladatokat, amelyeket jelenleg ebben a vegyes jogállású helyzetükben, hogy ugyanis egyszerre részei a honvédség és az ügyészség struktúrájának elláttak. Szerintem ebben semmiféle csorbulás vagy nehézség nem várható. Elnézést kérek, hogy ilyen hosszan reagáltam, de annyi érdemi dolgot vetettek föl, hogy úgy éreztem az a helyes, hogyha itt most frissiben megköszönve észrevételeiket megpróbálok válaszolni, és elnézést azoktól, akikre nem tudtam időhiányában reagálni. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, az általános vitát lezárom. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, a részletes vitára bocsátásra és a részletes vitára következő ülésünkön kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A törvényjavaslatot T per 3485-ös számon, a bizottsági ajánlás pedig T per 3485 per 2-es számon megismerhették. Most az előterjesztői expozéi következik, megadom a szót Réthei Miklós Nemzeti Erőforrás miniszter úrnak, a napirendi pont előadójának 20 perces időkeretben. Miniszter úr, öné a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A Magyar Művészeti Akadémia törvénybe iktatása olyan jelentős lépés, mely a művészeti életben a rendszerváltás óta eltelt időszak egyik nagy jelentőségű változását segíti elő. Utat nyit a művészeti élet önkormányzati alapú továbbfejlesztése előtt, lehetővé teszi, hogy a szellemi élet meghatározó jelentőségű személyiségének mértékadó közössége és társult szervezetei megkerülhetetlen résztvevői és véleményformálói legyenek a kulturális közéletnek. A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvény megalkotásával ismét az a szemlélet nyer elfogadást, mely a 18. századtól kezdve az európai akadémiai eszme sajátja volt. Ez a felfogás nem tesz különbséget a szellemi élet eltérő területein alkotók között, és azonos súllyal kezeli a különböző tudományterületek és a művészetek kimagasló képviselőit. Az elmúlt évszázadokban az Európában alapított akadémiákat, melyek többsége igazodva a mai kor elvárásaihoz változatlan intenzitással működnek, ez az egységes megközelítés jellemzi. Missziójuk az adott ország művészeti teljesítményének folyamatos és hangsúlyos megjelenítésében, a magas szintű tudományos megmérettetésben valósul meg. Ez határozza meg szervezeti felépítésüket és tagválasztási rendjüket is. Az egységes szemléletű akadémiai gondolat a magyar fejlődést is áthatotta Széchenyi korától 1949-ig. Bár a hazai akadémia alapítási tervek csaknem mindegyike
a magyar nyelv fejlesztését tekintette legfőbb feladatának, a különféle elgondolásokban nem csak a tudományok, hanem a művészetek ápolása is szorosan összekapcsolódott. Az akadémiai eszme évtizedeken át formálódó közös alapelvei fogalmazódtak meg 1825-ben a négy akadémia alapító, gróf Széchenyi István, gróf Károlyi György, gróf Andrássy György és Vaj Ábrahám alapító levelében. Ezek tükröződnek az 1827. évi 11. számú alapító törvényben és az első akadémiai alapszabályban is, amely kimondta, és idézem, a Magyar Tudós Társaságnak egyedül csak az van téve céljául, hogy munkálódása által hazánkban a tudományok és a szép művészségek honi nyelven műveltessenek, és viszont ezek által a nyelv maga csinosulást, fenséget és bővülést nyerjen. Idáig az idézet. A szép művészségek kifejezés elsősorban a szép irodalmat jelentette, de voltak az akadémiának képzőművész és előadó művész tagjai is. 1845-től a szép művészségek szóhasználatot a szép tudományok kifejezés váltotta fel. A korszerű tudománypolitika alapelvei az 1860-as évek második felében formálódtak ki, amikor az írók és művészek szervezetileg az első nyelvtudományi, majd nyelv és szép tudományi osztályhoz tartoztak. 1949-ben az akadémiának szovjet mintára történt átszervezésekor a szép tudományi alosztályt megszüntették, az író és képzőművész tagok tagságát pedig megsemmisítették. A rendszerváltást követően a művészetek akadémiai képviselete ismét előtérbe került. Ezt a törekvést tükrözte a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi 40. törvény 32. paragrafusa, amely szerint az irodalom, illetőleg a művészetek más területeit köztestületként szolgáló akadémiákról külön törvény rendelkezik majd. Az idézett törvényi rendelkezést a jogalkotó később jogtechnikai megfontolásból hatályon kívül helyezte ugyan, de a művészeket reprezentáló köztestület felállítására vonatkozó jogalkotói szándék és a kapcsolódó törvényalkotás szükségessége nem kérdeződött meg. Ezt a folyamatot gyorsította fel az országgyűlés, amikor 2011. április 18-án Magyarország alaptörvényébe Szabadság és felelősség 10. cikk deklarálta a művészeti alkotás és a Magyar Művészeti Akadémia művészeti szabadságát. A Magyar Tudományos Akadémiához hasonló szerepkörű és súlyú művészeti köztestület megalapításának szükségességét a történeti előzmények és az európai minták követésén túl az is alátámasztja, hogy az új alkotások létrehozásának ösztönzésére és bemutatására a magas színvonalú alkotómunka közösségi feltételeinek megerősítésére a meglévő intézményi kereteken túlmutató, nagyszabású lépést tegyünk. A Művészeti Akadémia megalapításával köztestületi önállóságot biztosító lehetőségrendszert nyújtsunk a művészeti élet kimagasló képviselőinek. Tisztelt Országgyűlés, önök döntésükkel lehetőséget adhatnak arra, hogy a művészeti élet kimagasló teljesítményű személyiségének összefogásával, a művészet integratív erejével, közös cselekvéssel a jelenleginél hatékonyabban és erőteljesebben jelenjenek meg azok a sokszor már látensen meglévő erőfeszítések, amelyek a nemzet művészeti hagyományainak megőrzését, átörökítését, bemutatását és fejlesztését célozzák, illetve a mainál koncentráltabban és erőteljesebb hangsúllyal manifesztálódhatnak azok a kérdések, amelyek a művészet időszerű problémáit feszegetik. Meggyőződésünk, hogy a felvilágosodás korában gyökerező akadémiai eszme párosulva a 21. század technológiai adottságaival óriási esélyt nyújt a művészet társadalom formáló erejének bizonyítására. Példaként említhető a mai sikeresen működő Royal Academy of Arts, amelynek intézményét harmadik György alapította 1768-ban, 34 alapító tag közreműködésével. A jelenleg 155 tagú szervezet legfontosabb célja változatlanul a művészeti alkotások ösztönzése, a vizuális művészetek támogatása, mely elsősorban kiállítások rendezésével,
és különféle oktatási programok segítségével valósul meg. A szervezet az eredeti célok mentén immár a 21. század eszközrendszerével éri el sikereit, támogatói köre évről évre bővül, baráti köre megközelíti a 90 ezer főt. Céljaiban hasonló, de némileg eltérő működési elvekre épül a szintén elismert és sikeres 17. századi alapokon nyugvó, majd 1816-ban az Institut de France keretein belül önálló intézményként működő Francia Művészeti Akadémia is, mely törvényben meghatározott módon a köztestülethez hasonló jogi formában működik. A törvény halaszolatlan voltát az a jogos elvárás is indokolja, hogy a mai átalakuló világunkban a kultúra és főként a különféle